Mint arról az elmúlt héten beszámoltunk, az egyre kátyúsabb 37-es főút rendbetételére még várni kell. A Magyar Közút szóvivője akkor elmondta, jelenleg az aszfalt keverő üzemek téli leállása miatt nem tudnak meleg aszfaltot vásárolni, így nagyobb kátyúzásra sincs mód. A főút állapota azonban egyre csak romlik, ami miatt több lakossági megkeresés is érkezik a sárospataki polgármesteri hivatalhoz. Aros János azt mondta hírműsorunknak, hogy a környező településekkel összefogva igyekeznek majd elérni, hogy tegyék rendbe a nagy forgalmat lebonyolító utat. A hozzám beérkező tájékoztatás alapján több mint 10 szenvedtek már balesetet a hatalmas kátyuk miatt. Nem kellene megvárni addig, amíg komoly baleset, vagy esetleg haláleset történik. Éppen ezért kezdeményezni fogom, hogy a volt kistérségi települések vezetőivel együtt juttassunk el egy kérelmet, egy figyelemfelhívást a megye miniszteri biztosához. Bízom benne, hogy sokan fognak ehhez a kezdeményezéshez csatlakozni, amelyben kérjük, hogy azonnal javítsák ki ennek az útnak a nagyon rossz állapotát. A polgármester arról is beszélt, hogy a téli időjárás a városban található utakat sem kímélte. Mint mondja, saját részükről folyamatosan az időjárást figyelembe véve javítják az úthibákat. A pataki utakkal kapcsolatban a veszélyes kátyuk, mély kátyuk javítását azt folyamatosan végezzük, ahogy az időjárás engedi, hideg aszfalttal. Sárospatakon vannak önkormányzati fenntartású utak, és vannak a KPM-hez tartozó utak. Ez utóbbi a nagy kamionforgalom, illetve a buszforgalom miatt van rosszabb állapotban. Itt is kezdeményezni fogjuk, hogy ezeknek a helyreállítását haladéktalanul kezdjék meg. Sárospatakon 2012-ben 15 millió forintot költöttek el az utak javítására. Az idei keretről a költségvetés tárgyalásakor döntenek majd.